Köszöntöm a nézőket. Nagyon messzire repülünk most. Persze nem repülővel, hanem a Skype segítségével, ugyanis Londonban ott van Skype-on Zubornyák Zoltán színészrendező. Oda most egy kicsit bonyolult lenne elutazni, ugye? Nagyon. Igen, még tartanak a korlátozások. Én is szeretettel köszöntöm a nézőket, és téged is, Kati. Milyen helyzet most? Hogy néz ki egy londoni utca? Amikor én ott voltam utoljára, akkor szinte mozdulni se lehetett. Gondolom, hogy most néhány ember sétálgat, vagy megy dolgára. Hát ennek most még áprilisig vége, tehát nem lehet csak valamilyen mozgást, vagy szabadidős gyakorlatot, sétát, vagy kutyasétáltatást, vagy gyógyszertárba lehet menni, vagy vásárolni, tehát csak úgy sétálgatni az utcán nem lehet, és a rendőrök ezt ellenőrzik is, és hát büntetnek is, ami azért itt elég ritka, de tehát elég szigorúan veszik a járvány korlátozásokat, aminek azért meg is van az eredménye, mert a nagyon rossz adatok után Angliában megfordult a trend, és szépen lefele megy az új fertőzöttek száma, az elhunytak száma, és a kórházban ápoltak száma is. Ez mindenképpen biztató, tehát például a napi fertőzöttség ma 6200, szinte ugyanannyi, mint Magyarországon, de hát egy 66 milliós országról beszélünk. Ez a szám pont a tízszerese volt még januárban. Tehát azt látjuk, hogy a hozott intézkedéseknek megvan az eredménye, és bár hát nem túl kellemes most már immáron egy teljes esztendeje bezárva lenni, de hát az ember ezt tudomásul kell, hogy vegye. Te egy nagyon előkelő moziban dolgozol, az is bezárt, gondolom, és ettől még a munkatársak megkapják a fizetésüket, nem kell érkezni senkinek? Igen, tehát akinek szerződése van, tehát konkrét munkára szóló szerződése, munkaszerződése van, az 80%-át kapja a fizetésének, és a munkáltatókra annyi hárul, hogy a társadalombiztosítást és a nyugdíjjárulékot kell fizetni. De... Te az egyik vezetője vagy ennek a mozinak. Igen. Ez egy művész mozi. Igen, tehát ez Brixtonban van. Brixton talán úgy tudom közelebb hozni, hogy David Bowie Brixtonban született, és ott is élt, és nagy büszkesége a kerületnek. Egy nagyon furcsa, nagyon sokszínű, nagyon érdekes, színes környéke Londonnak. Egyébként világhírűs színészek is járnak oda, meg rendezők, filmet nézni. Ó, persze. Ez egy népszerű találkozási hely, és ellentétben mondjuk a pláza mozikkal, itt van hely arra, hogy előtte és utána az emberek találkozzanak, megbeszéljék a filmeket, vagy egyszerűen csak megígyanak, megegyenek valamit. Tehát nekünk van éttermünk, van bárunk, tehát ez egy ilyen, olyan, mint egy kulturális centrum, úgy kell elképzelni. Szereted, ugye? Persze. Csak az előbb még azt nem fejeztem be, tudod, hogy a 80%, tehát amit kapnak az emberek, ez az úgynevezett furlough pénz, ami magyarul talán eltávozásnak fordítható, vagy kényszerszabad. Vagy készenléti pénz, úgy is így. Úgy van. És hogy a vállalatok önkéntesen ezt kiegészíthetik 100%-ra. Tehát például a lányom olyan színházban dolgozik, ahol a színház az a kormány által adott 80%-ot kiegészíti 20%-kal, tehát ő 100%-os fizetésen van, hozzátéve, hogy ő tud itthonról is dolgozni, tehát ő dolgozik azért. Szóval nagyon sokszínű, nagyon változatos a dolog. Áprilisnál előbb nem lesz lazítás, tehát április közepénre tervezi a kormány, hogy bizonyos szabadtéri elfoglaltságokat már lehet csinálni, tehát ki lehet menni teniszezni, lehet találkozni másokkal a szabadban. Most ugye én elvileg a szomszédhoz se tudok átmenni, mert az sem szabad. Ugye
azoknak a nézőknek mondom, akik esetleg nem tudnák, hogy te nem csak jó nevű színész voltál és sikeres, hanem sikeres színházigazgató is, nem is egy színháznak. Nehéz, hát igaz, hogy amikor elmentél, akkor éppen elvették tőled azt a színházat, a Pince Színházat, ahol fantasztikus előadások voltak, és az is egy ilyen kulturális centrumán nőtte ki magát. Nagyon hiányzik, vagy nem hiányzik már ez a színész rendező? Hát tudod, ez nehéz kérdés, mert ugye amikor valaki az egész életét ezzel töltötte, és ebben a világban élt és mozgott, és ez tulajdonképpen az egyetlen dolog, hogy amihez ért, mert a színház az, amit mi tanultunk, a színház művészet, szóval nem volt olyan szak, hogy színész lángossütő, vagy színész könyvelő, tehát mi erre tettük fel az életünket. És hát elég nehéz volt ezt otthagyni, de hát be kellett látni, hogy sajnos már akkor, 10 évvel ezelőtt látszott, hogy a politika ide is nagyon szeretne betenyerelni, és hát ez a Pince Színház esetében meg is történt. Ez meg is történt. Kormányváltás, színházigazgatóváltás, ami nem tudom, el sem tudom képzelni, hogy Angliában ilyen történhet. Nem. Tehát ugye ez arról híres az ország, hogy minden szakmai kérdés, tehát bár most a torik próbálnak ideológiailag változtatni egy csomó mindent, de például egy kabinetminiszter, vagy egy miniszterelnöki hivatal vezetője, tehát voltak híres emberek, akik 3-4 kormányt is kiszolgáltak, mert valamihez ért. Tehát az egy szakma, az nem egy politikai elkötelezettség kérdése, hanem annak a kérdése, hogy jól működjön az a terület, amit rábíztak. Ezt az angolok nagyon jól csinálják. Tehát nem panaszkodhatom erre most. Elmondtad már nekem máskor, hogy te azért szeretsz itt élni, és vagy royalista, mert szereted, hogy amit én is szeretek az angolokban, hogy hagyománytisztelők. És itt a karantén alatt a Facebookon te elkezdtél olyan történeteket írni, el nem mesélt történetek címmel, amelyek felidézik azt a világot, amiben te tanultál és dolgoztál. Azért mondjuk el, hogy milyen tanáraid voltak. Ez egy különleges ajándék lett az élettől, hogy major, többit mondott el. Major Tamás utolsó osztálya, utolsó színész osztálya voltunk a főiskolán 1982-től 86-ig, de osztályfőnökön volt Székely Gábor, Zsámbéki Gábor, filmszínészetet Szabó Istvántól tanultunk, és beszédtechnikát pedig Montág Imrétől, tehát ez a lehető legjobb tanári kart kaptuk. Ez az aranycsapat volt, ez kétségtelen. És hát az első 2 évben 50 óránk volt egy héten, tehát 50 óra volt a kötelező óránk, óraszám a főiskolán, tehát nagyon-nagyon keményen és nagyon éjjel-nappal tanultunk, mert ugye ezen kívül még kellett próbálni, meg készülni az órákra. Tehát tényleg emberpróbáló volt, de hát ez nem... Aki, azt megmondta major az első órán, hogy aki azt gondolja, hogy ez egy könnyű pálya, az most menjen ki az ajtón, és ne maradjon az osztályban. Nos, a karantén, ugye, ami már nálatok is egy éve tart, talán még szigorúbban, mint nálunk, egyszer csak előhívta az emlékeidet. Nagyon szintem, először csak egyet olvastunk, aztán kettőt olvastunk, aztán hármat, és aztán egyszer csak egy nagy rajongó táborod lett, akik követelték a többi. És szerintem magad se gondoltad. Nem. És szóval elkezdtem, valamelyik miskolci kollégám halálhíre jutott el hozzám úgy, hogy most jutott el hozzám, pedig már régóta elment. És olyan igazságtalannak éreztem, hogy ezek a vidéki színészek, akik végig dolgoztak egy életet nagyszerűen, csodálatos szerepekben, a közönség imádta őket, és hát az 50-es, 60-as, 70-es években ugye még nem volt internet,
ritkán utaztak le a kritikusok, az újságírók, a televízió is elég korlátozottan tudott rögzíteni előadásokat abban az időben. Tehát, hogy ezek a színészek elmentek, eltávoztak úgy, hogy nem maradt utánuk semmi. Egy pár fekete-fehér felvétel, amivel nagyon meggyűlt a bajom. Voltak színészek, akikről alig találtam még fekete-fehér képet. Ezek szerint a színházak sem nagyon őrzik az emléküket, mert egyébként lennének képek. Nem. Miskolc, ez kivétel, mert ott van egy színész múzeum, aminek egyébként alapítója voltam még akkor, amikor ott voltam, akik megőriznek, próbálnak digitalizálni, tehát még jó minőségű képet is kaptam, és a katonában is van egy bizonyos jó archívum. De nagyon sok olyan színház van, ahol ezeket a régi dolgokat egyszerűen egy selejtezés alkalmával kivitték egy raktárba, senki nem tudja, hol van, nincs katalogizálva, nem találnak semmit. Tehát Perczel Zita, aki egy nagyszerű színésznő volt, és egy ikon volt a magyar színház művészetben, és Kecskeméten is játszott idős korában. Kecskeméti Színháznak nincsen fotója erről. Olyan mondod? Az én Borzák Tibi barátom, aki egy helyi újságíró, és egy nagyszerű újságíró, ő adott a könyvemhez egy képet a Perczel Zitáról, hogy egyáltalán legyen benne kép, mert ő csinált egy riportot annó, és megőrizte a képet. Szóval, hogy voltak jó, és voltak rossz tapasztalataim e téren. Na de lényeg, hogy akkor úgy éreztem, hogy ezeknek a színészeknek emléket kell állítani, a tiszteletem jeléül írnom kell róluk, akár csak ezekről a pici emlékfoszlányokról, ami hozzájuk köt. De a legnagyobb meglepetés nem is az volt, hogy olvasnak, hanem hogy micsoda lavinát indított el, hogy az akkor velünk együtt játszó kollégák emlékezetéből milyen színes pillanatokat hívtak az én történeteim elő. Tehát mindenki írta, ja igen, és akkor még az, és akkor még úgy volt, és arra emlékszel, és akkor még ott volt ő is, meg még ő is. Tehát, hogy elindított egy olyan lavinát, amiben mások is szívesen emlékeztek az akkori előadásokra, megosztottak olyan élményeket, amikre én nem emlékszem, felhívták a figyelmemet olyan emberekre, akik szintén ott voltak, de akiket én elfelejtettem. Tehát, hogy majdnem azt mondom, hogy egy ilyen könyvtári archívum, archiválásszerűen pontosodtak ezek az élmények, hogy ki volt még ott, ki volt benne, mit csináltunk, mit játszottunk. Egyébként is ilyen nosztalgikus alkat vagy? Vagy ezt nem úgy fogod fel, hogy sírsz a régi után? Nem, hanem ezek inkább emberi történetek, amik nagyon jellemzőek voltak ezekre az emberekre. És hát a nosztalgiáról ugye meg azt mondják, hogy minél idősebb vagy, annál régebbi emlékeiden nyomnyogsz, de hát ezzel én nem nagyon értek egyet, mert ugye a nosztalgia mindent megszépít. Én azért írtam olyan dolgokról is, amik nem túl jó emlékek, tehát a bukásaimról, vagy olyan darabokról, amik nem sikerültek. Tehát, de persze próbáltam reális maradni, és próbáltam nem megbántani senkit, mert azért ez fontos, hogy korrekt legyél egy ilyen visszaemlékezésben. Ez a karantén, ez azért megcincálta mindegyünknek az idegrendszerét. Az írás segített ebben? Még annyit akartam mondani, hogy az volt számomra érdekes, hogy olyanok is olvasták ezeket a történeteket, akiknek fogalmuk nem volt, hogy kiről írsz. Tehát a szakma, még egy kicsit magam is ide sorolom, aki rengeteget forgattam vidéken, Pesten egyaránt, hát mi tudtuk nagyjából, hogy kiről van szó, nem mindenkiről. De én azt láttam, hogy ilyen ezres nagyságrendben civil emberek követelték, hogy írjál, és még írjál. Igen, és segített lelkileg ez a... Nagyon sokat, és tudod, az volt a legmegdöbbentőbb, hogy a nem színháziak meg azt írták, hogy úgy érzik, hogy
sosem jártak ilyen közel a kulisszák mögött, de úgy érzik, mintha ők is annak a színháznak a tagjai lennének, vagy ismernék ezeket az embereket közelről. És aztán volt egy másik vonulata ennek, hogy közben úgy érezték, hogy én nagyon személyes vagyok, és nagyon sokan érezték, hogy cserébe nekik is meg kell osztani valami személyes élményüket, vagy a színházzal kapcsolatban, vagy egy színésszel kapcsolatban. Tehát nagyon sok olyan történetet kaptam emberektől, ami nagyon megható, hogy igen, én láttam ezt a darabot, és nem is egyszer, hanem 15-ször, és hogy minden úgy van, ahogy leírtad, és hogy az a színész tényleg fantasztikus volt, és hogy miatta jártunk színházba. Tehát a nézők visszajelzése nagyon-nagyon boldoggá tett, nagyon szépeket írtak. Egyébként ugye azt kérdeztem, hogy segítette a karantént elviselni. Nem csak az, hogy írhatsz, hát azért akárhogy vesszük, hogy most mit csinálsz, az ő színész vagy, akinek szüksége van a sikerre. És én úgy fogtam föl, hogy az Zobornyák ma megint fellépett. De történetet leírtál, tehát az egészséges exhibicionizmus, hanem a színpadon, hanem a rendezői székben, de valahol azért előtört. Igen. Tehát valahol, ugye azt mondja Meyer volt, hogy a színház a pillanat művészete, és ez az egyetlen kárpótlásunk, ugye, mert a mi művészetünk eltűnik, ugye azzal kezdtem, hogy archívumokban is nehéz fellelni már a digitális korszak előtti képeket, de mondjuk egy szobrász vagy egy építész művei fönnmaradnak az idők végezetéig. Ez a mi kárpótlásunk, hogy ebben a pillanat művészetében mi mindig azonnal lemérhetjük a teljesítményünket. Tehát egy színész befejezi az előadást, kimegy meghajolni, és rögtön kap visszajelzést a közönségtől, és az előadás közben is. És a Facebook csak ennyivel rokon. Hát a lájkok a tapsot jelzik, meg a szívecskék a szeretetet jelzik. Hogy igen, hogy ez azonnali visszajelzés, tudod? És hát volt egy nagyon kedves, ja, és hát ezt el kell mondanom, volt egy nagyon-nagyon kedves barátom, aki szeptemberben hagyott itt minket, jóval fiatalabb volt nálam, nagyon-nagyon jó barátom, és az ő unszolására is kezdtem írni, tehát ő is mondta, hogy jelentnek meg korábban írásaim, és ő forszírozta ezt, ő marketing, online marketing menedzser volt. És akkor elkezdett nekem ilyeneket mondani, hogy mikre kattintanak az emberek, hogy milyen képekre, milyen szövegekre, mennyi időt töltenek vele, tehát én ezekről nem is tudtam, én csak írtam, de aztán mondott pár dolgot, hogy még ha már írok, akkor mikre figyeljek oda. Egyébként, amikor ilyen esetekkel találkozik az ember a Facebookon, akkor szoktam azt mondani azoknak, akik azt mondják, hogy a Facebook az borzalmas, ha jól használjuk a Facebookot, ha jó dologra használjuk, hogyha az ember nem boldog-boldogtalannal jelöli össze magát, akkor ez fantasztikus csodákra is képes. Hát egy családokon segített már szerezni egy utcára kitett családnak, tehát ez is azt mutatja, hogy az érték is tud itt embereket gyűjteni egy-egy poszt alá. Hasznunkra kell fordítani a technikát, tehát hogy nem szabad, hogy minket uraljon, de mi tudjuk jól használni és okosan használni. És én például nagyon sok új barátot szereztem így az el nem mesélt történetek kapcsán, nagyon sok olyan barátom lett, akik nyomon követték az eseményeket. Hát csak most elmondok egy példát. Amikor először, mit tudom én, a 25. vagy 30. történet környékén valaki azt mondta, hogy hát miért nem adom ki, miért nem csinálunk ebből könyvet. És mondtam, hogy hát nézzétek, ez megint egy olyan szakma, amihez én nem értek, nem tudom, hogy kell, mit csinál egy kiadó, nem tudom. Úgyhogy aztán valaki jelentkezett, egy régi barátom, hogy nézd, Kis Ádám, aki egyébként könyvkiadással foglalkozik, és tatabányai igazgatókoromból ismer, nagy rajongója volt a színháznak, amit Tatabányán csináltunk,
Vagy ha senki nem jelentkezik, akkor bár ez egy nagyon-nagyon nagy munka, de én szívesen megcsinálom. De itt kezdődött. Egy másik rendszeres olvasom, ja, hogy nem, nekem ez nem volt meg egyben, ez az egész anyag, én csak írtam a Facebookra, de nekem ez annyi, tehát én nem tároltam, én nem mentegettem, én nem. Egy másik olvasó meg felajánlotta, hogy ő viszont annyira tetszett neki, hogy az összes anyagot elmentette Word formátumba, és ha szükségem lesz rá, akkor egybe át tudja küldeni. Fantasztikus, tényleg. Na most az ugye hát megmentette az életemet, tehát nem kellett egyenként copy-paste-elnem, meg nem tudom még egyszer megkeresni ebben a nagy folyamban, amit létrehoztam, és akkor tehát ők hozzájárultak azzal, csak azzal, hogy olvasták és tetszett nekik, és motiválta őket arra, hogy segítsenek nekem ebben a dologban, amihez én nem értek. És aztán így lett, és akkor egy másik barátom, Tóth Gergő, meg felajánlotta, hogy a rendelkezésre álló képeket digitálisan följavítja, hogy ugye azért sok papírképet szkeneltünk, meg sok régi kép került elő innen, onnan, amonnan, és mindenkitől, minden más olvasó barátomtól kaptam olyan képeket, Keleti Évától például, Kapitány Ivántól, a Katona József Színháztól, az említett Borzák Tibitől, Ilovszky Bélától, amiket felhasználtuk, tudod, azért egy kép az jogdíjas. És ezek az emberek mind felajánlották nyilatkozatban, hogy persze, használ csak, boldogan adjuk, mert jó ügy, jó ügy. Tudom, hogy te egy nyüzsgő típus vagy, és nem tudsz csak egy dologgal foglalkozni. Már producer is voltál Angliában, tehát ha kinyit a mozi, ezen kívül, hogy ott visszamész, és újra fel kell éleszteni mindent, meg el kell érni a nézőket, milyen terveid vannak még ott Angliában? Hát most... Jó, ez egy elég nehéz dolog lesz, mert az, hogy milyen állapotban van a gazdaság és az ország, majd akkor lehet lemérni, amikor kinyitunk. Az én vállalatomnál a 6300 munkavállaló, amikor bezártuk a mozit, tehát ugye az egész angliai foglalkoztatókról beszélek, a 6300 emberből 4900 maradt. De ez csak egy statisztika, nem tudjuk, hogy hány ember ment haza, hány ember ment haza végleg, hány ember ment haza a Brexit miatt, tehát amikor kinyitjuk első nap a mozit, akkor fogom látni, hogy kik maradtak. Ugye, ha új embereket kell fölvenni, akkor rá kell hagynunk egy-két hét tréninget, hogy azokat megtanítsuk arra, hogy mit kell csinálni. Akkor... Októberben, mikor bezártunk másodszor, akkor mindent ki kellett üríteni, tehát fel kell készülnünk technikailag, és a vendéglátás tekintetében, hogy fogadjuk az embereket. A művészi oldalról pedig nagyon-nagyon-nagyon szeretnék hozni ki magyar filmeket angol felirattal. Tehát nálunk öt terem van a moziban, nagyon szeretném, hogyha legalább az utóbbi idők jó magyar filmjei angol felirattal ki tudnának jönni. Tehát például a Szabó legutolsó filmjé... Zárójelentés. Ez van angol felirat, ezt megbeszéltem a Sándor Palival, hogy megpróbálunk egy vetítést szervezni majd erről is. Tehát ilyen típusú terveink vannak, hogy egy picit azért a magyar filmművészet is jobban megjelenjen, és jobban reprezentálva legyen itt, mint ahogy ez most történik. Lassan lejár az adásidő, de én megkértelek téged, hogy ezt az első történetet, ami elindította ezt a folyamatot, ami tényleg mint egy tsunami szétspriccelt a Facebookon, hogy ezt olvasd el, mert az egy pont egy olyan színészről szól, akinek meg kéne őrizni az emlékét. És ha már egy színésszel beszélgetek, akkor azért legyen egy kis produkció is. Igen, tehát Sallós Gáborról van szó, aki nagyszerű színész volt, korábban igazgató volt Kaposváron, tehát egy nagyon nagy tapasztalatú színházi ember. Az írás címe pedig az, hogy Ne siess. 1986-ban még meg sem száradt a tinta a diplomámon, az Akropolis szabadtéri színpadon
a Lilionfi cím szerepében működém közre hősleg, zenés változat. Túl voltunk a bemutatón, kicsit szorongtam a zenés részek miatt, a főiskolán nem ez volt a legerősebb oldalam. Egyik este Sallós Gábor, nagy tapasztalatú, kiváló színész félrehív. Nagyon jól játszol, nézlek minden este, de a kijöveteleidet mindig elrontod. Ne siess! Én meg nagyon öntudatosan kezdtem magyarázni a szerep igazságait, meg hogy mit érez, mit gondol, hol tart, mit érdekel engem a tapsos kimenetel. Az öreg hallgat, bólogat, ümmög, ez mind szép és jó. De látod ezt a sok embert? Felöltöztek, eljöttek, jól érzik magukat. Ne vedd el tőlük azt az örömöt, hogy megtapsoljanak. Ne rohanj. Minden igazságodat megtarthatod, de nekik is hadd legyen egy kis igazuk. Az ember így tanul és tapasztal. Hall valamit, amit előtte sose. Sokszor játszottunk később is együtt, és nagy szeretettel gondolok rá. És nekem azt tetszik, hogy egy mestereidet is megörökítetted, de hát erre most nincs sajnos idő, hogy Major Tamásról, Zsámbékiről, Székelyről felolvassál, de hát hamarosan lesz majd módja mindenkinek, aki kíváncsi. Hát a Kossuth kiadó nagyon rendes volt velem, az e-book, tehát az elektronikusan olvasható könyv az már fönn van, az ő boltjukban, a papír kiadás pedig áprilisban várható. Hát reméljük, hogy a nyitással együtt a könyv is megjelenik. Köszönöm szépen, hogy beszéltél. Én is nagyon szépen köszönöm, minden jót. Szerintem.